Sziasztok, itt Laudrup. Mivel szóba került a brékvadászat már legutóbb is, úgy gondoltam, hogy mégiscsak megmutatom élőben ez, hogy működik. Egy ETF meccset választottam, természetesen női meccset, ahol Dea Herzelász és Zuzana Luknárova játszik. De a Herzelászról tudni érdemes, természetesen én sem tudtam, csak utána néztem, hogy a világranglista 776. helyezettje, 17 éves és egy bosnyák lány. Nem túl sok mindent tudott életében elérni, de majd még ez hátra van. Itt vannak az utolsó meccsei. Azért várható, hogy le fogják brékálni. Nézzük meg az ellenfelét, aki a bukik ellen is sokkal esélyes a fofa, és rögtön ő fog brékelni. Na igen, ez a női meccs. Kiszámíthatatlan, de simán előfordulhat, hogy a következő gameben pedig ő fog visszabrékelni. Bár ugye bár még nem vesztett el, de gyanús, hogy 40-15-nél megremeg a keze. Nézzük meg Zuzana Luknárovát. Én a teniszeredmények.net-et használom. Statisztikára nagyon részletes, nagyon sok mindenki benne van. Zuzana Luknárová. Azt mondja, hogy ő 498. és 22 éves, valamivel több tapasztalattal, 213 jegyzett mérkőzéssel, 116-ot meg is tudott nyerni. Tavaly 28 volt, 15-öt, és úgy látom, hogy inkább salakon jeleskedett. Bréklabda még mindig van, de 40-40-re feljött, és ütött egy ászt. Egy ásszal jött fel 40-40-re. Tehát, ha meg is remegett egy kicsit, azért a tudásbeli különbség előjött, és vissza tudta hozni. Ritka egyébként, pláne egy 22 éves teniszezőnőtől, hogy ennyire erős tudjon lenni, hogy valószínűleg itt nem arról volt szó, hogy lelkileg milyen erős, és nem viselte meg, hogy majdnem elvesztette az adogatását, hanem egyszerűen csak akkora tudásbeli különbség, hogy az ellenfél is tudott hibázni sorban, most már negyedszer, ha jól számolom. De itt ugye bár az esélyesebb adogat, itt alapból nem játszottam volna arra, hogy brékelni fog, de a következő, amikor a Herzelász, a szerb lány fog adogatni, akkor megjátsszuk azt, hogy Zuzana Luknárová elveszi az adogatását, és az lesz az ötödik, most vagyunk ugye a negyedikben 2-1-nél, az ötödik már 2-10-en meg lehet fogadni. Gyors itt nem volt bekapcsolva, nem baj. Már most megjátsszuk. Mert igazából ez csak megérzés most. Mert a játék képe alapján ugyebár az első játékot 30-ra hozta a szerb, utána 30-ra hozta a Luknárová, most pedig a harmadikot szintén a szerb hozta 30-ra, most pedig breakről jött vissza Luknárová, és még nem is biztos, hogy le fogja hozni az adogatását, csak gyanús. Tehát ez egy alapból, ha nem ismerném a felállást, azt, hogy egy 17 éves tapasztalatlan lány, egy 22 éves szintén még nagyon az elején lévő lányzó 39 ezer dollárt nyert. Az nem is rossz, elfogadnám. 91-es születés, 22 éves, 68 ATP vagy BTL ponttal. Szlovák, ezt nem is néztem. Ott azért van múltja a tenisznek, talán a női tenisznek. Újabb bréklabja a szerbnek. Na, azért ez egy elég izgalmas fogadási forma. A brékvadászat, de hát pont ezért szerettem egyébként, hogy végig tudtam izgulni egy-két ilyen kört, amikor igen, női meccs, nagy különbség, jönni kell a bréknek, nem jött első, nem jött más, lejött harmadjára, örültem, kész, meg volt a profit. Itt azért oda kell figyelni a tétemelésre rendesen, tehát ez, ahogy írtam, meg mondtam is már legutóbb, mikor szóba került, a leggyengébb pontja ennek a fogadási formának a break emelés. Hoppá, újra visszajött Luknárová. Lejátszhatnátok már ezt a gémet, mert a következő érdekel minket, amikor is a szerb adogat, és azt várjuk, hogy a Zuzana Luknárová elvegye az adogatását. Itt Helsingborgban a hatodik kiemel. Az igazság, hogy nem látom feltüntetve a borítást, ez egy kicsit zavar, régen írták egyértelműen, vagy most már színnel jelölik?
színnel jelölik. Élő nem igen van rajta, ez eléggé csodálkoznék. Szerintem teremben vannak kemény borításon. Hát csak a kiinduló Svédországban vagyunk februárban. Na, megint a szerb lánynál van az előny. Ez elég sokáig elhúzzák. Én azt hittem, hogy kicsit gyorsabban be tudom mutatni. Ez még egyébként a tenisznek a hátránya, hogy nagyon sok indokból húzódhat el. Akár sérülés, akár időjárás, akár oda-vissza brékelgetés. Ez nem olyan fix, mint egy foci, tudjuk, 90 perc, előbb-utóbb vége lesz akár a fél időnek, akár a meccs végének, amire fogadtunk. Tenisznél azért volt, hogy napokig elhúzódott egy-egy, és hoppá, itt a brék. Már hamarabb is lehetett volna tenni. Ez az, amikor az ember egy oldalra teszi fel, hogy hú, na, itt lesz a brék, soha nem szabad ilyet tenni. Pláne azért, mert így lehet szép ott elcsépni, hogy hoppá, a másik is brékelt, és simán benne van persze, tehát a legnagyobbak is elveszítik nőknél az adogatásukat. Nagyon ritka az női teniszező, aki stabilan hozza a szerváit. Na most lássuk, hogy mi fog történni. Eleve úgy nyit a Dea, a szerb lány, hogy elrontja az adogatását, és az első pontot belőle az Zuzana Luknarova nyeri. Úgyhogy innentől kezdve nekünk mindegy, hogy az előbb a szerb lány esélytelenként elvette az adogatását, az a lényeg, hogy most a Zuzana Luknarova szintén vegye az oda-vissza break nőknél a hihetetlen gyakori. Úgyhogy itt ilyen szinten gondnak nem kell, hogy legyen. De ha nem most, akkor majd legközelebb az a gáz, akkor hogy lehet, hogy megállítom majd a felvételt az adogatás végén, de nem menjünk ennyire előre. Mert a szerb lánynak a illetve a, igen, a szlovák lánynak az adogatásosan nem akarom végignézni. Most biztos kétszer egymás után, na ilyen, hogy biztos azért nincsen, de nagy eséllyel nem fogja megint elveszíteni az adogatását Luknarova. Tehát én nem fogadnék arra, hogy a szerb lány megint brékel, hanem megvárjuk, amíg az Zuzana Luknarova lezavarja az adogatását, és a következőnél, ennek függvényében persze, itt már eleve egy óriási hibát elkövettünk, hiszen itt még nem kellett volna brékre rakni a játékképe alapján. Minek kell lenni a játékképének, amit egyébként nem is láttunk, csak a pontokból, meg az oda-vissza előnyszerzésekből láttunk. Nagyon sok következtetés az itt tenisznél így is le lehet vonni. Egyrészt akkor van úgynevezett brék helyzet, hogyha az esélyes a tenniszező szinte nullára vagy 15-re hozza az adogatását, és az ellenfél adogatásánál úgy megszorítja, hogy szinte elveszi az adogatását. Na akkor a következő alkalommal megint aránylag simán le kell hozni az adogatását, akkor a következő alkalom már biztosan, aránylag biztosan tudhatjuk, hogy következik előbb-utóbb a break, tehát egy-két adogatáson belül el fogja venni. Ezek az előjelek, amire én szoktam figyelni, tehát maga biztosan hozza az adogatását, és majdnem elveszi az ellenfél adogatását, akkor következő alkalommal fogadtam mindig a breakre. Itt megint az van, amit az előző game-nél is játszottak, hogy oda-vissza szórakoznak, egyszer egyik, egyszer másik szerez pontot, így elég sokáig elhúzódik. Egyik se egy technikás teniszező, teljesen egyértelmű, már csak a statisztikák alapján is. Na, mit műveltek, lányok? Lehozod az adogatásod, tehát szerb lány is az első kör bukjuk, igen. Megtartotta, lehozta az adogatását, és már 4-1-re vezet. Így. Persze ez csalóka, hiszen eleve ő kezdte az adogatást, utána egyszer brékelt. Tehát egyetlen egy brék van, csak lehozta az adogatását, amire nem számítottunk. Néhánykor van az, hogy ezt az adogatást, tehát az Zuzana Luknarovát játék szempontjából kihagyjuk. Tehát nem fogunk arra fogadni, hogy hármas otthon, pedig nem lenne rossz, ha jönne, hogy megint brékel a Dea Herzelas. Simán benne, hogy oda-vissza brékelgettük körökön keresztül, egy más női meccsről beszélünk, ugye. Egy ki tudja, mi áll mögöttük fejben. Ezt még a nők se tudják sokszor. Hát még mi férfiak, a sportfogadók többsége, ne sértődjön meg a kisebb réteg, akik nőként is sportfogadnak. Tudom, hogy vagytok párom, de azért az a kevesebb.
ez inkább férfi sport, vagy férfi hobbi, a sportfogadás. Én nem mondó vagyok szerintem, hogy ne húzzuk feleslegesen a videó hosszát. Mindenképp legalább az adókatás elejét leállítom, aztán izgalmas lesz a vége, fogadási szempontból olyan fontos dolog történt, akkor újraindítom. Nos, a Luknárovval kettős hibával kezdett, nem tudom lelkileg mennyire tud kijönni a gödörből. Van olyan eset, amikor hagyni kell a meccset. Én úgy érzem egyébként, hogy ez már egy olyan eset, lehet, hogy a Clayban a Makarova meccset nézzük meg inkább majd. Azért ott is várható egy smás. Nézzük, azt mondja, hogy játékosok összehasonlítása, két orosz teniszező. 72 kg Klébanov, azt a mindenit. Én alig vagyok több, igaz, hogy nem vagyok. Jó? Hát igen, 181 centi, 178 centi. Két nyulánk lány. Illetve a nyulánk, az egy nagyon rossz kifejezés. Magasak. Mert azért 72 kg, híha, mint egy tank úgy mozog. Azt mondja, hogy 7-5-6-3-ra nyert Miami-ban kemény borításon Klébanova, illetve Makarova. Klébanova nyert egyel korábban Szöulban. Ez 2010, ezek nem mérvadó eredmények. Nézzük, hogy milyen formában vannak. Jelen a Jankovics nagyon-nagyon simán kapott ki Dohában kemény borításon. Pattaya City-ben Tájföldön játszott Makarova. Úgy látom, hozta Pliskova ellen még a döntőt is. Előtte Melbourne-ben kemény borításon Nali ellen nagyon csúnyán kikapott. De az első három fordulót pedig hozta. Nem is simán, de hozta. Igazából nem rossz, nem rossz. Ehhez is jókor a különbség van, de azért tudjuk lépben, hogy régen az volt jó formában is. Nézzük, hogy közben mit csináltak a csajok. Azt csinálták a csajok, hogy Luknárova 15-re hozta az adogatását. Most járunk egyébként a hetedik játékban, és erre már nem tudunk fogadni. Most tuti break lesz, mert lemaradtunk el, bambultunk. Már nem tudunk break-re fogadni, hogy ebben a játékban. Van úgy, hogy ilyenkor is kínálja a lehetőséget, bet 365, kinyeri az adott adogatást, ezt inkább nagyobb meccseknél szokta. Itt most pontokra tudnánk csak fogadni, az meg lottery, viszont nézzétek meg, na, mégiscsak csinált a szerb lány is az adogatásából egy pontot. Mindenképp végig akartam volna menni, de itt, ha most Zuzana Luknárova elveszi az adogatást, akkor tulajdonképpen még végigmentünk, csak nem fogadtuk meg. Tehát itt lett volna a következő lépcső, megint kb. 2-es occon, sőt, valószínűleg feljebb kúszott az occ, és már lehet, hogy adtak rá 2-3-2-4-es occot is arra, hogy a Luknárova elveszi a szerb lány adogatását. És akkor megfogadtuk volna, nem is 400 forint, tehát nem feltétlenül kell duplázni. Mondjuk egy 300 forintért, és akkor visszajön a 200 forint tétünk, plusz van 100 forint nyereségünk, természetesen többet raktok fel arányaiban. Így kell számolni. Tehát másfélszeres tét is elég. Tehát már egy közel kettes vagy kettes feletti ott van, másfélszeres tét bőven elég. Tehát mondom, ennek a játékstílusnak a legnagyobb veszély a tétemelés. Amit azért nem kellene az égig nyomni fel, mert óriási buktákat lehet csinálni mindenféle tétemeléses stratégia. Ezért is nem is nagyon akartam beszélni róla, hogy ne csinálja kedvet, de milyen az ember, pont ezért kaptam kedvet, felemelítettem a régi emlékeket, és végvadászaton annak idején nőknél rengeteg pénzt nyertem, nagyon-nagyon sokat, persze nagyon-nagyon sokat buktam is. Emlékszem egy Venus Williams meccsre, amikor szerencsétlen jól leszik, volt ott. Na, lehet, hogy jól tettük, hogy nem fogadtunk még break-re. Akkor tényleg hagyni kell egyként ezt a meccset, mert nagyon úgy tűnik, hogy a bookik egy kicsit benézték az esélyeket, ami egyébként nem ritka. Tehát ilyen szinten meg
tippelni is nehéz. Tehát amikor egy 4%-a 770-kel játszik, ott azért nehéz dolga van az embernek, hiszen nem tudhatjuk, hogy ez a szebb lány is mekkora tehetség. Az, hogy mennyi jegyzett meccse volt már, nem sok mindent jelent. Hogyha egy nagyon tehetséges kis csaj, akkor lehet, hogy a 4-500-szal előrébb lévő ellenfelet is simán veri. Simán az túlzás, de simán benne van. Nagyon kiki gémek vannak, ide-oda mennek a pontok, nem egyértelmű az erőviszony. Nagyon nem egyértelmű. De látszik is, hogy az 1-20 körüli occról már 1-53-ra kúszott fel Luknarováé, és herzálleszélyes keményen csökkent. Tehát ez nem az a meccs, amire tipikusan breakre kell vadászni. Nekünk az a legjobb, hogyha női meccs, és minél nagyobb tudásbeli különbség. Tehát amikor akár 1-10 alatti occot is adnak a győztesre. Tehát még ez a Makarova Klejbanova is azért neccesebb. Lehet, hogy kellene keresni egy jobbat. Itt lehet, hogy nagy dúzzilgóval csak lehozza, de a meccset, azt mondják, hogy a Panetta meccs van még, a Meisburg ellen 1-0-ra vezet. Most szívesen fogadnám meg, de még talán jobb is az a meccs, a Panetta meccs, mint ez. Hát legalább ismerem őket. Lizán van Reed, ott mi van 5-2-re vezetett, ezt már nem kell megfogadni, valószínűleg volt break. Anett Muzanova már 6-1-re vezet. Jurika száma 4-2-es, már csoda se, csatlakozzunk be. Audrey Albi, Carla Tulli, nincs akkora adott szag alapján legalábbis különbség. És hozta Herzl a 5-2. Na itt viszont, hogyha nem brékel Zuzana Luknarova, akkor bukja az első szettet, ami benne van. De benne van a visszabrék esélye is. Tehát ha nem hagyjuk a meccset, akkor most kell brékre fogadni. Ha nem hagyjuk, rakjuk el kedvencekbe, nézzünk át. Na most adják be, milyen arcon adják be. Érdemes ebbe próbálni egy másfélszeres tétel, vagy nem? Ez itt a nagy kérdés. Na mutassátok már az occot. Mert közben... Mihály Lebóev, ha őt is kettős megnézzük. Ezzel lesz kezdett egy ásszal. Nem adják be az occot. Nem tudjuk megfogadni. Ez viszont a bosszantó része, amikor meg akarná fogadni az ember, de nem tudja megfogadni. Alina Szivics közben nézegessük a meccseket, mert itt már nem fogunk tudni a nyolcadik, de hogy nem, még beadta 2-62, 1-44, nem, ez már a nyolcadik játék, de hát most van a nyolcadik játék, hiszen 5-2 van. Ja, persze, aha. Itt Luknarován adogat. Neki le kell hozni az adogatását, akkor lesz 5-3. És utána, hogy ne bukja el 6-3-ba, el kell venni az adogatását. Tehát a következő adogatás lesz nekünk érdekes, jól van. 6-1-5-0, ez nem érdekel minket. Lizán van Riet 6-2-0-0. A Netmulazová, ezt mintha néztük volna. Igen, itt ideig már jutottunk. Audrey Albi. Irina Simanovic. Alessia Pirán, Ekaterina Lavrikova, Ella Leivó. Ott is volt kis oda-vissza break, úgy láttam bőven az a meccs, 6-0 után 1-4. Na, azt lehetett volna jó megcsípni ezt a meccset. Yuriko Sakai 3-3-as meccs. Akkor itt még elképzelhet, hogy nem volt break, nézzünk csak rá. Mert hogyha 6 játék volna, nem volt break, nem, itt már rögtön oda-vissza break. Jajajajajaj. Jó van, hagyjuk ezt. Anna Smith 2-0, ott is volt akkor már break, két időn 0-1 és 1-0-5-ös ott ennek ellenére, akkor ott csak hozta az adogatását, és itt még nem stabilan hozza, de nagyon-nagyon nagy a különbség. ETF-nek Nottingham két időn, Sarabet Aski, nézzünk csak rájuk. Azt mondja, hogy volt, hogy itt tudom keresni, hogy hívják őket két időn. Dűnasszonyság, vagy kisasszony. Nem is ismer? Az gáz. Benne sincs a nyilvántartásban. És ő az esélyesebb. Akkor nézzük úgy meg, hogy Keti. Itt van, csak lassan keresett. Jól van. Keti Dűn. Angol, tehát helyi lány, 19 éves, 509. a világranglistán. És
és fedetten 7-ből 7-et nyert tavaly. Kemény borításon viszont 19-6, összegségben 34-18. Kvalifikációt Sutherlandben bukta. Előtte játszott Glasgow-ba Moratelli, Kinnock Grydek. Na. Nem tűnik rossznak, nézzük az ellenfelet. Most két időn a dolgot amúgy is, ő az esélyes. És hoppá, itt volt a break. Jó, ennyi. Oda-vissza break volt, hagyjuk. Hagyjuk ezt a meccset egy oda-vissza break után. Klárgya Liebens 2-1. Közben vissza kéne térni a másikra is. Azt mondja, úgyis te kiválasztottunk már párat. 5-2 ugye? 5-3 lett. És most kellene az, hogy Zuzana Laknarova elveszi. Na nézzük, 300-ért. Vedd el az adogatást, kislány. Fogadjuk meg. Itt van rá a legnagyobb esély. Ez a meccsnek a forduló pontja. Na, ilyenkor szoktak egyébként is a lányok hibázni, amikor azért adogattak, hogy lehozzák a szettet vagy a meccset. Olyankor nagyon nagy esélye apuknak. Összetörnek a nyomás alatt. Na meglátjuk, hogy a szerb lány hogy bírja a nyomást. Az első pontot az hozta az adogatásából. Közben itt a Mihály Buev Margó Jerolimos meccs 1-0-ra van, és ott nem break, de rögtön break-el kezdtek, akkor őket is hagyjuk. Maradt ez a meccs, meg esetlegesen belenézhetünk a Makarova meccsbe. De itt még igazából eljutottunk odáig, hogy látjuk, hogy működik a dolog. Makarova 40-re hozta, ez elég nehezen, elég nehezen. Hát ez a meccs eleje. Amivel egyébként a meccs eleje elég gyakori a break lányoknál. Herzel az összekapta magát. Nézzétek így. Hát eleve ő játszott jól. Eddig 30 semmi. Na nézzük. Ha le tudja hozni, akkor le tudja hozni. Akkor nem tudom megmutatni, hogy milyen jó is ez a break vadászat, mert így nem lesz jó a break vadászat, mert bukni fogunk vele. Már másodjára is. Na, pontot csinált Luknarová. Hajna egy kislány, gyerünk. Vedd el azt az adogatást. Mert ha nem így teszel, akkor bukod az első szettet, és az nagy blama, kislány. Ez egy 770-edik, 17 éves szerb teniszező. Te 22 évesen már 210-valahány jegyzett meccsel. Ennél többet kell tudnod felmutatni. Gyerünk, Zuzana. Vagy Zuzana. Zuzana, Zuzana, 40-15, hát ezt bukjuk. Ez bizony két szett labdát jelent. Persze ez még nem biztos bukta, csak majdnem biztos. De nem remegett meg a kislány. Lehet érdemes lesz később odafigyelni erre a kis szerb csajra. De a herce lesz. Az a leányzó, aki a szettért adogat, és simán lehozza, az nagy szó. Igen. Ezt a meccset hagyni kell. Biztos, hogy lesz még break rajta. 1 000 000% lehet, hogy a második körben egy az egybe fordul a kép, de nincs akkora különbség a két lány között, mint az előzetesen a bukik várták. Ez is gyakran benne van. Na, itt is itt lesz a Makarova break. Az szép. Nézzünk csak bele. Na, Klébánova hozott egyet mackós mozgásával. Terebélyes kis lányzó. Régen nem volt ekkora darab volt régen is. Jó régen nem láttam játszani. Jó régen nem fogadok teniszre. Jó nagy mamut. Szó se róla, na nem bocsánat, nem bántjuk. Nem bántjuk a kislányt. De most akkor nekünk a fogadás szempontjából az lenne jó, ha Klébmanova ezt nagy nehezen még lehozná. De majdnem elveszi Makarova az adogatást, az már jó előjel. Ha utána nagyon simán hozza is Makarova az adogatását, akkor meg már teljesen jók vagyunk.
akkor végre meg tudjuk mutatni, mi az ábra. Jekaterina és Alissa. Hát ez nem fog összejönni. Ez nem fog összejönni, ez a brékvadászat. Kis technikai szünet következik. Korára majd hát, ha helyzetbe is kerülünk, mire visszajövök. Hát időközben Makarova el is vette az adogatását. Tehát itt viszont nagyon hamar nyertünk volna. Nem is akarok ehhez mit hozzáfűzni. Bemutató kedvéért buktam két lépcsőt, pár százas tétekkel. Ennek tényleg az lett volna a lényege, hogy lássátok, hogy működik. Nagyjából a kiválasztás, és nagyjából a fogadás is meccs közben. Sajnos nagyon hamart Makaró oda tette magát, és lebrékelte a Klébánovát. Hát itt a Flávia Penetta is jó meccs lett volna így utólag. Minden jel arra mutat ez a 4-1, hogy beindult a Penetta lány, és hozta semmire az adogatását. Semmire elvett. Nagyon-nagyon jó kis meccs volt ilyen tekintetben. És most keresnék. Na ez is rossz stratégia egyébként, hogy hopp, kogyossan keressünk egy meccset. De itt tényleg a videó kedvéért keresném. Ez most nem fogadói hiba. Ez a páros meccs. Itt azt mondja 1-3. Itt is akkor valószínűleg volt break, ugye? Igen, elveszel Lina. Stancic, jó, a kimondhatatlan nevű kislány. Lina kész. Klátja Libens. 3-2. Semmire hozza. Elveszi. Rögtön az első gémben elvette. Utána hozta. Ellenfél hozta. Itt akkor 1-2-3-4 gém óta nem volt break. És most az esélyesebb adogat. A következő körben azt mondja, akkor most lesz Klátja Liebensnek 4-2. 5-2 az még ugyebár nem a szettér való küzdelem. De hogy is voltak, azt mondja, semmire hozta. Aha. Viszont nem volt szoros. Ez az első szoros, és pont az esélyes lány adogatását teszi szorossá az Elena Griffin. Tehát break helyzetet tekintve, ez se jó meccs. Yuriko Sakai. Rábálava, hát itt is szerintem össze kell oda-vissza. Aha. Elveszi, oda-vissza break. Jól van. Ella Leivo. Hát itt is volt már. Lavrikováikat néztük szerintem. Ez is egy őrült meccs lehet, atyám. Elveszi, oda-vissza. Azzal nyitottak, ugyebár 7 volt. Azt mondja, 1-2-3-4 break egymás után. Atya úristen. Lassan arra érdemes fogadni, hogy lehozza valaki az adogatását. És itt újabb break lesz. Zsinorb az 5. break. Ez jó kis meccs. Ti nem tudtok adogatni, lányok. 1-2-3-4. 5. break lesz Zsinorban. Na ez nem semmi meccs. Ez a nem semmi meccs. És meg is van az 5. break. Pradova adogat. Mennyit adnak arról, hogy lehozza az adogatását? Igen, ő az esélytelen, de Pradova nem. De igen. 2 break labda van Lavrikovánál. Ja, még nem vett el, még nem volt meg az 5. break. De nyilvános, hogy meg lesz. És az esélytelenebb Lavrikova. Ja nem, ő az esélyes, jó, bocsánat. Brékel. Az, hogy lehozza az adogatását, egy 44-et adnak rá. Hát igen, ennyi brék után nem csodálkozok rajta. Ez csak úgy játékon kívül, tehát ez tényleg egy olyan dolog, hogy ez itt már azért gyanús, hogy a 6. brék Zsinórban nem lesz meg. Itt csak ennyiről szól a játék.
Azt mondja, 10-11, most jön a 12-ig. Egy ásszal kezd Lavrikova. Csak így tovább lehozod az adogatásod nekünk, jó? Hozzuk vissza egy részét annak, amit elhülyéskedtünk. A brékvadászat bemutatóval. Hát ez tényleg olyan, hogy oké, hogy női meccs, meg valami Sharm el Sheikh, azt sem tudom, hol van, biztos valami arab országban. De hogy azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5 brék egymás után, atya, úr az égbe. Itt azért ezre bátran meg lehetett fogadni azt, hogy a 6. gémben már nem lesz brék, hanem a Lavrikova lehozza ezt az adogatást valahol, milyen szerintem pláne, hogy ő a torony magas esélyes a meccsnek, és az első szettet 6-1-re hozta. Ennyi oda-vissza bréket csak női meccsen láttok. Ezt tuti biztos. Na gyorsan hozzáje Katerina ezt az adogatást. Meg is lesz az. Nagyon-nagyon simán meg lesz. Akkor viszont lehet, hogy a következő megint brék lesz. Ezt inkább hagyjuk. Hagyjuk ezt a meccset. Tehát ahol 5 brék volt zsinórva, azt inkább hagyjuk. De 1-53-at adnak rá, amúgy is nagyon nevetséges volt egy brékre. Egy ilyen meccsen, ahol már volt. Jó, hát ők fordítva gondolkoznak a bukik, ugye. Hogyha már volt egy, akkor lesz még több. Pedig a bukik ellentétesen kell gondolkoznunk valamilyen szinten, hogy profitot termeljünk. Kettős hiba. Kislány. Ez nem volt szép tőled. Jön egy kis izgalom, nem baj. Ezt üsd be, és akkor semmi gond. Simán lehoztad az adogatást. Még nézegetünk tovább. Egy perces kis epizód lett. Nagyon röviden akartam bemutatni, de hát ezt röviden nem lehet, amit a tenisz az nem rövid. Az nem lehet rövid. Jekatyerina, gyerünk! Mit szólnak majd az arabok? Elvisznek valami hárembe. Ez az egy ásszal lehozta az adogatást. Oké. Így már nincs olyan lelkiismert fordulásom, hogy a brékvadászattal buktam kettőt. Jó van. Na nézzünk tovább, mert azért a brékvadászatot akartam bemutatni, és brékre még nem sikerült vadásznunk, sőt, pont egy adogatás lehozásával nyertünk egy 44-es otthon. Oké. Okay. Hozza, elveszi. Jöjj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 öjöjöjjöjjöjjöjöj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 jö
de mindegy, hát mi az állás. Indi de Vroom, Corinna Dentoni. Kreuzlingenben. Mit tudtok ti egymásról? Indi de Vroom. Nézzük meg Indi de Vroomot. Indi de Vroom. Valami holland csajra tippelek így a neve alapján. Bizony holland, 17 éves. Ennek ellenére 238. a világranglistán. Ez nagyon szép eredmény. Egyébként úgy látom, itt is kemény borítás van. Tavaly 29-10-es arány, ez nem túl szép. Salakon jobb volt. Szűnyeg, fű. Hát egyébként formailag hogy áll ez az Indi de Vroom. Utolsó 50 mérkőzés. Hoppá, ez Mexikó. Merida, azt hiszem Mexikó. Monterrey Mexikóba volt. Úgy láttam, Amerikában turnézgatott. Torontóba, és átrepült vissza. Itt Tampico, az megint Mexikó. Bulgáriában volt egy meccse. De ott rögtön az első fordulóba kiesett. Nem tűnik egy rossz tenni szerzőnek egyébként ez az Indi de Vroom. Korá ellenére magas világranglista helyezés. Ő az esélyesebb kéz a Corinna Dentoni. Nézzük őt is meg. Corinna Dentoni. Olasz lányra tippelek. Be is jött, ő 24 éves, valamivel tapasztaltabb, jobbkezes játékos, 298. Tehát a ranglista alapján nincs nagy különbség, viszont ha azt nézzük, hogy van köztük 7 év, és ennek ellenére még ez az idősebb lány van hátrébb a világranglistán, és nagy eredményeket még nem tudott felmutatni, bár ezt a 304 ezer dollárt elfogadnám, amit összenyert, 431 meccsen. Azt mondja, itt rögtön itt fognak, hogy itt vannak most Svájcban, Kreuzlingenben. Grenoble-ben, Franciaországban, rögtön az első fordulóban 6-0-6-3-ról kikapott Constance Sibyl-től.
Ő egy francia, 23 éves teniszező, aki 368. a világranglistán. Tehát itt az olasz lány volt az esélyesebb, ennek ellenére kihullott. Itt nagy nehezen Sosinát leverte, ez kicsoda ez a Sosina, egy ukrán teniszező, összesen 4 meccset játszott eddig, ami jegyzett, és 16 éves, hát ő ahhoz képest elég szenvedve verte meg. Tereza Smitkovától kikapott a második fordulóban. Ő egy cseh versenyző, 221-dik, ő is nagyjából, tehát a hasonló kaliberű játékos, csak a se bír rá. Egy elég rossz formában van, ahogy mutatják az előző meccsei. Tehát rá biztos nem fogadnék, ha fogadnék. Ez az Indy de Vroom viszont egy tehetséges holland lányka. Na. Ez jó lehet egyébként, nem tudom mikor kezdik a meccset. Hogy állnak Klébanováék? Úgy állnak, hogy Klébanov is elvett egy adogatást. Na, hát női meccsek, ez van. Tehát van fantázia brívadászatban, nem végül, létlenül csináltam olyan nagyon sokáig. Tehát az most, hogy nem tudtam bemutatni, mert ez a meccs, amit kiválasztottam, pont nem úgy alakult. De ott egyértelműen a bukiki nem jól mérték fel az arányokat, és a két ismeretlen teniszezőnél kevés a statisztika, hiszen tényleg ilyen 5-7% helyezés körül vannak. A buki sem tudják normálisan felmérni, meg mi sem. Tehát az a legjobb igazából, hogyha helyel közel azért be tudjuk lőni normálisan az erőviszonyokat, és úgy van nagy különbség. Tehát jó, ha legalább az egyik teniszező ismert. Ha mind a kettő ismeretlen, akkor bele lehet futni ilyen becsibe, mint ahogy bele is futottunk, hogy azt hittük, hogy az egyik sokkal esélyesebb, és pont a fordítottja lett. Hogy állnak egyébként a csajok, nézzünk már rá. Csak a kíváncsiság. De a Herzel az már a második szedben is 2-0, tehát ott is ő brékelt. Úgyhogy a Luknarovát le kell írni, kész, ez van. Ez a szerb kislány viszont maga biztosan hozni fogja a meccset. Ők viszont mikor kezdik Indy de Vroomék? Nézzünk csak egy valamilyen oldalt. Lejjebb kell húznom a felvételi sávot, hogy lássam. Nézzük az eredmények.com-ot. Tenisz oldal. És ez a svájci. Nem akarok regisztrálni, hagyjatok békén. Azt mondja, hogy Svájcot keressünk. Franciaország, Brazília, Arab Emirátusok. Brazília. Hol van az a meccs? Nem érdekel. Morelos, Mexikó, Új Delhi, Astana. Morelos, Új Delhi, Murcia. Nincs fenn. Hoppá, Rizi mondja. Ez a svájci meccs nincs fenn sehol. Érdekes. Élőben ezeket hozza. Kategória VTA egyéni is se hozza fel nekünk. Mit hoz nekünk? Mi a neve ennek a városnak? Krauslingen. Krauslingen? Nincs Krauslingen. Nem igyeznek benneteket, lányok. Nem tudjuk, mikor kezdődik, de... De akkor ezt ne várjuk meg. Végigböngésztünk jó pár meccset. Láttuk a menetét a break vadászatnak. Kiválasztási rendszert, hogy érdemes, mire érdemes. Szerintem átbeszéltük nagyjából. Van a sportfogalás.org-on fent főoldalon cikkem. Az egészről gondoljátok, olvassátok még mellé. Én még mindig azt mondom egyébként, hogy elemzés a stratégián belül. Nézzétek, itt van break vadászat. A gólvadászat is az én cikkem. Azt inkább ajánlom. Mert brékvadászatnál bizony az, amit láttatok, hogy bele lehet nyúlni rendesen. Igaz, hogy két hét után kiszálltunk, észnél voltunk, de mi van, hogyha látjátok a második szett elejét is, az esélytelenebb lány hozta. Ha addig folyamatosan a szlovák lányra fogadtunk volna, hogy ő fog brékelni, akkor nem is tudom, hogy a tétemelésen lennénk túl.
azt mondja, tehát nagyon alapos meccs kiválasztás, tudásbeli különbség legyen meg, legyen motivált az esélyesebb, tehát ne csak bemelegítő torna legyen, neki egy nagyobb torna előtt, legyen azért formában. Egymás eredmények azért segítenek természetesen. Tenisz eredmények pontnetet használom. Ezt láttátok. Ott van fent a legtöbb adat. Ha találtam még ráadásul elemzést, és itt a sportogadás.org-on is rengeteg tenisz elemzés kerül fel. Ismeri jó a játékosokat, ebből is kiderült a videóból. És amit beszéltünk, simán hozza az adogatását, az MVP-fél adogatását, szorosát teszi, breaklabdái is vannak, majdnem elveszi az adogatást, akkor break helyzet van, el kell venni, illetve ezt fogadni kell rá. Amivel védeni lehet, biztosítani, fogadás deuce-ra, itt általában a 3-as vagy a feletti orcot is adnak, tehát könnyen vissza lehet fogadni, úgymond. Még valami lélektani, erről beszéltünk, a lányoknál lélektani tényező is van, tehát nem csak arról van szó, hogy sokkal lassabb szervákat ütnek, és azért könnyebb visszaadni, tehát nincs olyan adogató előny, mint a férfiaknál, hanem az is, hogy esélyesünk, adogat a szettér, adrenalin az egekben, ritka higat női játékos, nagyon jól leírtam annak idején. Oké. Okay. Én szerintem búcsúzom, végvadászatról ennyit, sikerült 41 percet beszélni. Ó, ho-ho, elkezdték. És rögtön break-kel fog az Indie the Room kezdeni. Ez jó lett volna. Rögtön az elsőbe. A D'Antoni kettős hiba. És két break labda. Indie the Room kezében. De már csak a második játékra lehet fogadni break-et. Jól van, én már elbúcsúztam, búcsúzom még egyszer, sziasztok, Laudrup voltam.